Az egykori kalaposmester és festőművész Smohai János máig segíti a helyi művészeket. Az ő hagyatékából jött létre ugyanis a Smohai díj, melyet a nevét viselő alapítvány ítél oda, és melyel fiatal és tehetséges képzőművészeket támogatnak. Mivel nem volt örökös, ezért a múzeumra hagyta a hagyatékát, pénz és tárgybeli hagyatékát egyaránt. Azzal a megkötéssel, hogy a múzeum ebből egy alapítványt hozzon létre, és évente egy tehetséges 35. életévét be nem töltött képzőművészt díjazzon. Hagyomány már, hogy a Smohai díj átadásakor egy kiállítás is megnyílik. Az előző év díjazottja mutatkozik be ilyenkor alkotásaival. Kaszás Tamás szemléltető eszköz címet viselő tárlata várja most a látogatókat. Ez egy folyamatos gyűjtőmunka, vagy tulajdonképpen egy kutatómunka, ahogy ezek összeállnak, vagy ahogy a rajzokat készítem, és folyamatosan bővülnek, és az egyes rajzok kombinálódnak egymással, tehát így újabb és újabb művek tudnak akár rajzolás nélkül is létrejönni. Az installáció és a rajta elhelyezett képek alkotta szerves egységet október 16-áig láthatják a Fő utcai rendházban.